Miskolcon 5 milliárdos beruházással felújítják a stadiont, ezért felszámolják a jórészt szociális bérlakásokból álló szomszédos városrészt, a Számozott utcákat. A határozatlan idejű szerződéssel és a saját tulajdonú lakással rendelkező lakókkal egyedi alkukat köt az önkormányzat, míg a határozott idejű szerződéseket nem hosszabbítják meg, és a lakókat távozásra szólítják fel. Miskolcon az elmúlt 6 évben mintegy 70%-kal csökkent a szociális bérlakások száma. Ezeket a telepeket meg kell szüntetnünk. Itt a polgármester ítélkezik felettünk. Szerintem már azt is megtehet, hogy akasszon fel minket. Minden ilyen esetben emberekről van szó. Itt nagyon sok ember így fog, hajléktalanná válnak. Minden ilyen esetben lakásokról beszélgetünk, az ott lakó családokról beszélgetünk. Amiktől olyan papírt kaptam, hogy 8 napon belül hagyjam el a lakást. És nyilván nekünk az a feladatunk, hogy úgy oldjuk meg ezt a feladatot, hogy ők lehetőleg ne sérüljenek. 31. évű lejár a szerződésem, és lehet, hogy az utcára fog kimenni. €10 tartozásom nincsen, és akinek nincsen ideje, úgy mondja, akinek nem állandó a szerződése, ezeknek mind küldi ki a kilakoltatást. 30 év után kitesznek a házból, és 30 év után hontalan az rendben. Ezt értünk meg. Elég gyalázatos. Ezek a telepek 80-100 évvel ezelőtt épültek, az akkori normáknak megfelelően. Nincs bevezetve az ivóvíz, nincs bevezetve a szennyvíz. Ezek a problémák most már olyan közegészségi problémákat okoznak, ami a város számára nem fenntartható. Tisztán és becsületesen neveltek fel minket, és én is arra nevelem a gyerekeimet. A lakásomba meg begyűhet még szerintem a kiskirály is. Ez a nappali, nyugodtan, itt a fürdőszobám. Felolcsom a villont, jobb lesz úgy. Tessék. Én mikor eztet megkaptam, ez csak egy szobakonyha volt. Amit itt van, ez mind az én kezem által van. Ez miért nyomortelepsz? Ez egy szegény negyed. Szerintem milyen meg van minden országban. A 21. században ilyen telepek nem létezhetnek. Nyilván a városnak az a feladata, hogy ezeknek a rendbetételét megoldja, ezeket a telepeket megszüntesse. Vagy itt maradunk, vagy az utcára tesznek. Az egyik azt mondja, hogy lesz kipakolás, a másik azt mondja, hogy nem. Ez egy élhető hely. Az emberek szeretnek itt élni. Nyilván az lenne jó, hogyha minél tovább tudnának itt élni. Szerintem ez mindenkinek a célja. Egy dologtól nem tudunk eltekinteni, és ez az, hogy a telepeknek a megszüntetése az fontos feladat, és emellett az önkormányzat elkötelezett. Aki fizeti a bérleti díjat, aki fizeti a közüzemi számlákat, a gyerek iskolába, óvodába jár, annak ne legyen félnivalója, ne kelljen innen elköltöznie, ne lebegjen a karda feje fölött. A Máltai Szeretett Szolgálat közreműködik ebben a folyamatban. Megpróbál segíteni, hogyha vannak esetleg olyan kérdések, konfliktusok, amiben a felek nem tudnak megállapodni, megpróbál egyfajta kompromisszumot létrehozni. Mi végezzük a saját dolgunkat, ami számunkra fontos, ami számunkra érték, és ehhez az önkormányzat majd vagy alkalmazkodik, vagy nem, vagy mi alkalmazkodunk hozzájuk, majd meglátjuk. Jelen pillanatban elkezdődött 15 házra a bontási eljárás lefolytatása, elkezdődött az ott lévő lakókhoz egyeztetés, és a telepeket el kell bontani, emellett dolgozunk. A feladatunk most az, hogy mediáljunk, kezdjünk el dolgozni, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Határozatlan ideig szól a szerződés, mikkel, nincs tartozásunk, semmi. Akivel olyan jogviszony van, akinek a feltételrendszerei, a magatartása lehetővé teszi,
hogy megoldjuk számára ezeket a problémákat, azt meg fogjuk oldani. Én nekem határozatlan szerződésem van. Van olyan is, akivel arról alkudozunk már, hogy elhagyja Miskolc területét, van olyan is, aki Miskolc területén szeretne maradni. Szinte majdnem mindenkinek saját már. Nagyon kevés itt az önkormányzati bérlemény. Itt ebben az utcában? Ebben az utcában, igen. Ő hozta el még a 90-es évek elején a vizet is, a gázcsonkot is, sőt a szennyvizet is, tetőt is most cseréltette le. Egyet tudni kell, az önkormányzat ezen területre ingatlanfejlesztésekben gondolkodik. A területek egy részét, pontosan két utcát érinteni fog a stadionépítéshez kapcsolódó kisajátítási folyamat, de nyilván ez egy olyan értékes terület a városnak, aminek a fejlesztésében gondolkodni kell. Büszkék vagyunk rá, hogy tervezik Miskolcot. Mi 30 évet mi is dolgoztunk a kohászatban, minden pénzünk, minden munkánk a lakásban van fektetve. Még annak is ki kell menni a lakásból, akinek mondjuk most lejárt a lakásszerződés, és nem hosszabbítják meg. Október 20-án lejár a béleti szerződésem. Bízok benne, hogy azért az utcára nem fogok kikerülni, mert 22 éve itt lakok, fizetem normálisan a lakbért. A területi szerződések megszűnésével az önkormányzatnak elhelyezési kötelezettsége nincs. Hogyha a bérlő nem költözik ki az ingatlanból, akkor a szükséges jogi eljárásokat meg fogjuk indítani. De 31-ével lejár a szerződésem, és lehet, hogy az utcára fog kimenni. Mert egyszerűen bemegy az ember a MIG-be, nem hosszabbítják a szerződést. Sajnos. A szerződés meghosszabbítás az nem jog, hanem lehetőség. Ha az önkormányzat vagy a MIG ZRT úgy dönt, hogy fejlesztési szempontok miatt ez szükséges, akkor nyilván a szerződéseket nem hosszabbítjuk meg. Mindenkinek saját magának kell megoldani ezt a kérdést. Nyilván megpróbálunk segíteni, megpróbáljuk a szociális ellátási folyamatba beilleszteni őket, illetve jelenleg is folynak olyan pályázati eljárások, ahová pályázóként beléphetnek. Az önkormányzat úgy számol, hogy ez egy folyamatos feladat, a Miskolcon lévő szegregátumoknak a megszüntetését 2018-ig szeretnénk elvégezni.